Ez a Moszkva tér mai adása. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, és már egy igen különleges beszélgetésünk lesz, méghozzá Moldova jövőjét fogjuk megtárgyalni. Itt van velünk a stúdióban Stier Gábor, állandó vendégünk, a moszkvatér.com főszerkesztője. Szervusz Gábor! Szervusz, üdvözlöm a kedves nézőket! Illetve nagy tisztelettel köszöntöm a stúdióban dr. Varga Györgyöt, Magyarország korábbi moldovai nagykövetét. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta ismét a meghívásunkat. Kezdjük akkor azzal, hogy ha jól lettem, akkor valami különleges kitűzője van, mi ez pontosan? Igen, erre az alkalomra kifejezetten az adás kedvéért feltűztem a moldovai köztársaság becsületrendjét, amit a moldovai elnöktől kaptam a 4 éves munkámért, illetve a magyar-moldovai kapcsolatokban végzett tevékenységért. Ugye most Moldova talán különösen fontos szerepet játszik a közbeszédben, ugyanis néhány napja robbant az a hangzatos hír, miszerint a Nyeszter-menti köztársaságok kérik a felvételüket az Orosz Föderációba, Vladimir Putyin ezt el fogja fogadni, és február 29-én támadást indíthat azon területek ellen, amelyek egyébként mind Nyeszter-menti köztársaság hivatalosan Moldovához tartoznak. Erről fogunk ma beszélgetni, ennek a realitásáról, de hát ön ugye szolgált Moldovában nagykövetként, és nagyon sokszor már Moldovát elhelyezni a térképen, meg így Európában, az is nagy kihívás jelent, úgyhogy talán kezdjük azzal, hogy mi az, hogy Moldova, meg miért van az, hogy időnként azt mondjuk, hogy Moldávia, meg Moldva, meg mondunk mindent, szóval rakjuk helyre ezeket a kérdéseket. Igen, nagyon szívesen. Javaslom, hogy majd mutassuk meg a nézőknek azt a térképet, ami mutatja, hogy Moldova két országa határos Európai Unió oldaláról Romániával, a szovjet posztszovjetérség irányából pedig Ukrajnával. Ugye egyike a 15 szovjet utódállamnak, tehát 91 óta beszél moldovai köztársaságról. A Moldávia az orosz nyelvből a szovjet időszak alatt képzett egyszerű változata volt az akkori moldovai szovjet szocialista köztársaság megnevezésének, tehát Moldávia. Van, aki ezt megmaradt, idősebb emberek így használták, és ma esetleg ugyanezt mondják. Ma hivatalos megnevezése moldovai köztársaság, melléknévként pedig moldovai. Moldva és Moldova ugye annyiban közös téma, hogy valamikor a moldovai fejedelemség a 15.-16. század akkor érte csúcskorát. A mai Moldvát, ami Romániának az a keleti része, amely határos a moldovai határral, tehát a moldovai határ választja el a romániai Moldvát és a mai Moldovát. Tehát ez valamikor 15.-16. században moldovai fejedelemség volt, később török megszállás, utána 1812 a napóleoni háború végén törökök kiszorulnak, és a mai Moldova orosz fennhatóság alá kerül. 1918-19-ben meggyengül ugye Oroszország polgárháború, Szovjetunió létrejötte, tehát ez a szovjet forradalom meggyengíti, külpolitikai téren különböző pozíciók feladására kényszerül, és Románia veszi át a helyét Moldovában 1939-40-ig, amikor is a Molotov-Ribbentrop paktum eredményeképpen a Szovjetunió visszakapja a mai Moldovát. Még van egy pár év, amikor a németekkel együtt ugye román haderő megindul keleti irányba, velünk együtt, és 41-43 között román fennhatóság alatt, vagy megszállás alatt van a terület. 44-től pedig ugye a szovjet csapatok nyugati irányú előhaladtával ez megváltozik, és onnantól kezdve a Szovjetunió részeként 91-ig az egyik szovjet tagköztársaság. Ugye most, amikor beszélgetünk, akkor gyakran halljuk azt a szándékot, hogy Moldova akár Romániához is csatlakozhat, és majd fogunk erről beszélni, de most még identitás szempontból kérdezném, hogy a Moldáviának, tehát a moldáv embereknek, a moldáv nemzetnek milyen az identitása? Tehát a román hatás hagyott bennük nagyobb lenyomatot, vagy a szovjet hatás, vagy létezik önálló moldáv nemzeti identitás? Hogyan áll ez össze? Igen, teljesen vegyes. Tehát van olyan, aki abszolút módon mondjuk moldovai identitásúnak tartja magát, és ez alatt azt a mixet értjük, ami egy olyan országot jellemez, kis országot, amelyik ma 2.600.000 főről beszélünk, de élt együtt
az akkori moldovai fejedelemség területén ugye a mai Moldvában élő ugye román néppel, élt együtt ukránokkal, mert a másik oldalon Ukrajna szomszédja, élt együtt törökökkel, és nem a török időkből, de a 18. század végére ugye van egy gagauz, török eredetű kisebbségük, amelyiknek egyébként területi autonómiája van, Gagauzia, van bolgár járásuk, tehát egy nagyon mix, és persze oroszokról is kell beszélnünk, hiszen a Szovjetunió, mint birodalom, értelemszerűen nagyon sok orosz nemzetiségű érkezett be mondjuk minimum a II. Világháború után, és vált valahol államalkotóvá, és ez a mai mix, ez megvan. Van, aki abszolút módon moldovainak érzi magát, és kikéri, hogy ő románnak nevezzék, van, aki román nemzetiségűnek vallja magát, ugyanígy van a nyelvben, van, aki moldovaiként apostrofálja a nyelvét, mert ő moldovai volt, vagy az ősei a moldovai fejedelemség idején, és közös volt Moldva és Moldova, van, aki pedig ragaszkodik hozzá, hogy a Romániához való közeledés nyelvben és egy politikai rendszerben is a román identitás. De akkor általában egy moldovai itt ember megérti a román embert? Tehát, persze. Szerintem persze. Gábor ezt gyönyörűen tudja válaszolni, és átadnám neki a szót. Igen. Nem, itt csak azt szeretem, és visszaadom, azt szerettem volna közbeszúrni, hogy a nyelvkérdés valójában politikai kérdésé is vált az én véleményem szerint, tehát hogy ki, aki román nyelvként apostrofálja, vagy aki moldovai nyelvként apostrofálja, vagy határozza meg ezt a nyelvet, az jelenti bizonyos mértékben a nyugati orientációt, vagy én nem keletit mondanék, hanem nem nyugatit. Inkább így fogalmaznék. Nem véletlen az, hogy most ugye román nyelvként határozták meg ez a friss történet, nagy egy éves történet. Tehát ez annak a jegyében, hogy Maja Szandó elnök egyébként, és én ezt úgy csöndesen megjegyzem, hogy nem tudom hány ország elnökéről lehet elmondani, hogy kettős állampolgár, hogyha az európai jogrendszert nézzük, akkor ez az én tudásom szerint ez talán még ki is zárná azt, hogy elnök legyen a legtöbb országban. Tehát ő román és moldovai kettős állampolgár, és ez egyben, nem ez, tehát az ő irányultságát meghatározza az, hogy Amerikából ejtőernyőzték oda. Tehát ő a kiképzést, az összes eddigi karrierjét moldovain kívül, mert volt ő már a hatalomban, tehát volt miniszter, tehát az Egyesült Államokban töltötte, és az, hogy ő lett az elnök a román nyelvnek, a moldovai, illetőleg román nyelvnek, hogy minek nevezzük, illetőleg maga az, hogy ő mennyire nyitott a Románia, illetve Románián keresztül a nyugat felé, ez nagyon-nagyon fontos dolog. És még egy dolog, én a 2000-es években jártam Moldovában, és hát akkor még nem Ukrajna, hanem Moldova volt az Európa legszegényebb országa, és hát a személyes emlékeim kettősek. Az egyik az, hogy egy gyönyörű országról van szó, gyönyörű vidékekkel, gyönyörű szőlőkkel, bortermővidékkel, híres pincékkel és borokkal. A másik pedig az, de hangsúlyozom, ez a 2000-es évek, hogy este sötétedés után csak az elnöki palota, nem, még ott sem égett a közvilágítás. Tehát, hogy milyen állapotok voltak, és egyébként nagy utat tett meg Moldova azóta, és mint ahogy itt nagykövet úr említette azt, hogy a moldovai fejedelemség mikor élte a virágkorát, meg milyen volt, tehát azért érdemes megemlíteni, hát ott Stefán Csel Márét, tehát a talán leghíresebb fejedelmüket, és
ez a történelem, ezek az adottságok, amelyek vannak, amelyekkel bír Moldova, ezek alapvetően meghatározzák a geopolitikai vitáit, irányultságait, ingadozását, azt, hogy ezt az országot nem véletlenül a történelemben, hogy hol keletre, hol nyugatabbra, nyugatra azt a mai értelemben még nem mondanám, rángatták, húzták. Tehát kicsiben, és a jelenlegi politika is kicsiben, de erre majd visszatérünk, valahol leképezi Ukrajnát. Tehát az is egy ilyen pufferállam, megosztott etnikai értelemben is, identitását tekintve is, mert itt is, és vissza is adom a szót, hogy azért a moldovai identitás tényleg az, hogy amikor ott voltam, és nagyon sokakkal beszéltem, és ez a kérdés érdekelt, hogy minek érzik magukat. És akik, akkor még erősebb volt a függetlenség érzése és láza, mint a nyugatos integráció, ezért a többség, és többségben voltak azok, hogy akik azt mondták, hogy mi moldovaiak vagyunk. Félreértés ne essék, nem oroszok, hanem moldovaiak. És ami még Ukrajnával hasonlatos az én meglátásom szerint, például az összes nem nyugatos, vagy hát korábbi elnököket, moldovai elnököket, most még nem a Dnyeszter menti köztársaságról, vagy Transnisztriáról, hát ott is látjuk a nyelv, tehát milyen fontos dolog, végig le orosz barátozták, orosz párti, ilyen meg olyan párti. Azért ne felejtsük el, hogy ezek az elnökök soha nem kérdőjelezték meg, amióta ez fölmerült kérdésként, hát előtte még nem merült fel, addig nem is volt ez fontos, hogy milyen irányultság, tehát nem kérdőjeleztek meg, hogy Moldova az Európai Unió, az európai integráció a célja. Tehát ugyanígy, mint ahogy Janukovicsról is azt mondja mindenki, hogy a orosz barát. Nem. Janukovics egyensúlyozott a két pólus között, a Nyugat és Oroszország között, és mind a kettőtől megpróbálta valahogy besöpörni a hasznot. Tehát én arra hívnám fel a figyelmet, hogy adottságai múltja miatt, geostratégiai elhelyezkedése miatt egy kicsiben ismétli, és sajnos, és én majd ide kiukadunk, sajnos most is ismétli Ukrajnát, és akkor visszaadnám a szót. És akkor én meg innen kérdeznék tovább, hogy Gábor mondta, hogy nagyon sok a hasonlóság, és ahogy mondjuk Ukrajnának volt Donyecki népköztársasága, úgy lehet-e azt mondani, hogy a Nyeszter-menti köztársaságok, ugye ez a másik ilyen fogalom, amit érdemes lenne helyre tenni, hogy Moldovában konkrétan ezek a szeparatista területek hogyan működnek, mik a szándékaik, és őket hogyan kell elhelyezni a térképen, ők lázadó kis csoportok, vagy egy komoly területtel bírnak, és milyen hatásuk lehet a következő időszakra? Igen. Tehát én úgy gondolom, hogy ugye a nézők számára most az élet feladta ezt a labdát, amiről beszélünk, hogy ugye szeparatizmussal, vagy adott esetben az ottani folyamatok kélesedésével lehet számolni ezen a héten. Ezért beszélünk Moldováról, Nyeszter melléki szeparatista területről. Ahhoz, hogy ugye értsük, hogy mitől szeparatista ez a terület, és mit értsünk ez alatt, fontos tudni, hogy 1991-ben, amikor a Szovjetunió szétesett, lett 15 szovjet utódállam, általában ezek az utódállamok már a szétesés időszakában, tehát 91-ben elkezdték keresni, hogy milyen identitással tudják saját magukat legitimálni majd az új önálló független államiság idején. Moldova számára kézenfekvő volt, hogy egyik oldalról csak a szovjet utódállamok, tehát konkrétan Ukrajna, és nem oda felé akarta magát ugye legitimálni, mert onnan ugye vált ki, hanem a másik irányban, a Romániával közös történelmi múltjából. És voltak olyan politikai erők, amelyek egészen ugye odáig mentek, hogy ők a Romániai való egyesülést tűzték ki célul, a Szovjetunió felbomlása után azonnal. Viszont volt Moldovának egy területe, ez a Dnyeszter folyótól keletre eső terület Moldovával, Ukrajnával határosan, ez 4100 négyzetkilométer, amely terület soha nem volt Romániával kapcsolatban, soha nem volt Románia része, kivétel a II. Világháború alatti román megszállás 41 és 43 között.
Az ott élők nem tudnak moldovai nyelvet, vagy románt, ki tetszése szerint használhatja, mert de facto ugyanaz. És oroszul beszélnek? És alapvetően oroszul, ukránul beszélnek. A terület lakossága kb. 450 ezer fő, egyharmad arányban ukrán, orosz és moldovai nemzetiségi, etnikai arány is nagyjából ez, de egyébként ma már állampolgársági aránya is. Tehát a területen élők az elmúlt három évtizedben körülbelül ilyen 30%-os arányokba vették fel a orosz, ukrán és moldovai állampolgárságot. Tehát ettől szeparatista ez a terület, hogy ő akkor nem akart. 92 tavaszán ezt a központi kisinyovi kormány meg akarta törni katonai erővel ezt a szeparatizmust. Nem sikerült, véres háború lett belőle, 1000 fölötti halálos áldozattal, és akkor még ott volt pontosan a Nyeszter melléken állomásozott a 14. orosz hadsereg, amelyik beavatkozott a harcokba, a feleket lenyugtatózta, viszont azóta is ott áll ennek a orosz hadseregnek a maradványai, úgymond békefenntartó célokkal. Innen származtatjuk 1992-től ezt a szeparatista mozgalmat, területet, amit senki nem ismert el, bár 2006-ban is volt például egy népszavazás, ami megerősítette, hogy a terület önállóan képzeli el magát, illetve Oroszország felé folytat közeledést. Ennek soha eddig senki nem szerzett érvényt. De egyébként de facto önállóan működik? De facto önállóan működik, viszont az Európai Uniós integráció ugye hatással volt a területre is. Tehát Moldova 2010-ben kezdte meg az Európai Unióval a tárgyalásokat a tagjelölti státuszról, és egy szabadkereskedelmi megállapodás is megkötése került 2014-ben, plusz vízummentesség, és ebben a szabadkereskedelmi megállapodásban az Európai Unió tekintettel volt arra, hogy van Moldovának egy ilyen területe, és megpróbálták bevonni. Ez viszonylag konstruktív, azt mondom, Európai Uniós és konstruktív moldovai központi kormányzatjának. Amikor azt mondja, hogy be akarják vonni, vagy megpróbálják bevonni, akkor kivel tárgyalnak? Tehát itt választanak valamilyen illegális választáson, vagy nemzetközileg nem elismert választáson vezetőket is akár az ott élő? Igen, igen, van egy parlamentje, van egy államfő, és ezzel a területtel ugye de facto kapcsolatban van nagyon sok intézmény és ország. Az úgynevezett 5+2-es tárgyalások évtizedek óta folynak a Nyeszter mellék státuszáról. Volt több kezdeményezés, hogy hogy oldják meg ezt a Nyeszter melléki kérdést. Az EBSZ, Egyesült Államok, Európai Unió, Ukrajna, mint szomszédos ország, maga Kisinyó, ugye központi moldovai kormányzat és Tiraspol résztvevője ezeknek a tárgyalásoknak. Ezek a tárgyalások sajnos tavaly leállításra kerültek, Moldova deklarálta, hogy a orosz-ukrán háború miatt nem folytatja ezeket a tárgyalásokat. Vélhetően, ahogy a Gábor mondta, tehát jelentős a nyugati behatás, tehát Moldova a 2,5 milliós ország viszonylag gyenge gazdasági teljesítménnyel, mert az elmúlt három évtizedben tényleg keletre és nyugatra rángatták ezt az országot, és nagyon sok elveszettegetett idő van. Emiatt nagyon erősen külföldi befolyása érzékeny, könnyű 2,5 millió embert, egy viszonylag mondjuk egyharmadnyi GDP per fő van, mint ugye az Európai Uniós ország például, mint nálunk. És ezt a helyzetet ma nem feltétlenül lehet, hogy ha később, mikor még beszélünk erről a konkrét ügyről, ami miatt a Nyeszter mellék és Moldova területére került, érdemes majd róla beszélni, hogy milyen szereplők vannak itt makroszinten, akik Moldovát befolyásolhatják, hogy jó vagy rossz irányba menjen. A saját szempontjait tekintem egyébként a célnak, de hogy ehhez vajon orosz, vagy amerikai, vagy Európai Uniós tanácsokat fogad el. Még egy kérdés, aztán átpasszolom Gábornak, de küldött nekünk egy képet, mielőtt elkezdtük volna az adást, amit most be is rakunk a hallgatóknak, de talán azért érdekes, mert ha jól értem, akkor ön diplomataként kapcsolatban állt a szeparatista területnek a vezetőivel is. Igen. Az elmúlt 32 évben, 92-ben vettük fel a diplomáciai kapcsolatokat Moldovával. Magyarország, azt kell mondanom, hogy kormány színezettől függetlenül folyamatosan támogatta Moldovát. Egy nagyon jó indulatú, szorgalmas nép, nagyon jók a politikai kapcsolatok.
az ország méretéhez képest a gazdasági kapcsolataink is jók, tehát olyan 200 millió dollár körüli éves gazdasági külkereskedelmi forgalmunk van, és egészen jó pozíciót foglalnak el olyan magyar vállalatok, piacvezető, mint a Gedeon Richter gyógyszergyár, vagy az OTP néhány éve jelen van a moldovai bankpiacon. Na most Magyarország Moldovát egységes egészként kezelte, a Dnyeszter melléki területet moldovai köztársaság részeként kezeli, és kezelte és kezeli ma is. Így értelemszerűen a kapcsolatainkat, a napi kapcsolatainkat azt folytattuk a Dnyeszter mellék vezetésével is, tiszteletben tartva azt, hogy a moldovai köztársaság kormánya a meghatározó partner. Tehát körülbelül úgy viszonyultak hozzá, mintha egy önkormányzat polgármesterével tárgyalnak, vagy ennél azért egy kiemeltebb státuszom? Hát kiemeltebb, ugye az ő megnevezésükben ugye van külügyminiszterük, van elnökük, van kormányuk, van parlamentjük, és értem szerint a 450 ezer ember ugye kisebb legitimációt ad ilyen típusú intézményeknek, de ha az ember külföldiként ugye egy területen megjelenik, akkor azt a tiszteletet megadja, hogy annak a területnek a lakossága valamilyen ok miatt mégiscsak ugye választott ott vezetőket, és ma ez legitim. Ha legitim a nemzetközi tárgyalásokon, akkor számunkra is legitim azzal, hogy mi Moldovát egységes egészként ismerjük el. Nem a szeparatizmus támogatjuk, hanem az együttműködésünkkel pont azt igyekeztünk támogatni, és sokszor projekteket indítottunk, hogy segítsük a Dnyeszter bal és jobb partján élő emberek közötti kapcsolatot. Egy konkrétumot mondok, 2010-ben, és ez a kép, amit ha beteszünk, szerintem a nézők talán érezni fognak egy kis magyar vonatkozást a szeparatista terület irányába. 2010-ben azért látogattam meg akkor Igor Smirnov, akkori Dnyeszter melléki vezetőt, hogy rábeszéljem arra, hogy indítsunk egy Dnyeszter Euró régió nevű projektet, ami Moldova északi részén néhány járást, a Dnyeszter mellék 6 járásából 2 járást, a Kamenszki és a Ribnyicki járást, valamint Ukrajnának azt a határos megyét, Vinyica megyét foglalná magába, amelyek természetes módon a Dnyeszter folyó körül partján természetes együttműködési partnerek egymásnak. Tehát hogy ezek, akik együtt élnek, történelmi is egyébként évtizedeken át együtt éltek, azok ma is talán egy normális napi együttműködéssel segítünk oldani a szeparatista folyamatokból adódó problémákat. Amikor nála voltam, egyrészt sikerült rábeszélni, elindítottuk, később sajnos a 2014-es ukrajnai események miatt Ukrajna gyakorlatilag kiszállt a Vinyica megyében, egy Janukovics párti kormányzó volt, és megszűnt ez az együttműködés, de akkor formailag elindult, és ezen a találkozón Igor Smirnov, mint egy köszönés, vagy megköszönésképpen, hogy foglalkozunk a területtel, átadott nekem egy listát azzal, hogy nagykövet úr, itt egy lista, ez a KGB irattárából való, 430 olyan magyar ember neve van rajta, akik itt haltak meg a mi területünkön 1944. november és 1946. tavasza között. Én megköszöntem, továbbítottam a listát akkor Holló József tábornok úr részére, aki a Hadtörténeti Múzeum és Intézet igazgatója volt. Az adatok teljesen egybevágtak a magyar történelmi adatokkal, tehát ezek az emberek valóban eltűntként úgy szerepeltek nálunk, hogy valahol ott lehetnek, és kiderült, hogy alapvetően hajdunánási emberekről van szó, akik a Málenki robot idején kerültek bevagonírozásra, és ott haltak meg a mai Benderi területén, ami a Dnyeszter melléki területen lévő egyik legnagyobb város. És 2010 áprilisában a fényképen látható nagy táblát leraktam, mint egy magyar emlékhelynek a kezdete, és ugyanabban az évben, 2010 szeptemberében pedig egy magyar parcellát nyitottunk, méghozzá a mai Dnyeszter melléki elnökkel, Vagyim Krasznoszerszkijjel, aki akkor belügyminiszterként felügyelte ezt az emlékparkot. Úgyhogy ma ez ott van. Hát nem tudom, hogy ma mennyire látogatható, ugye a háború miatt Moldovának is megváltoztak a viszonyai a Dnyeszter melléki területtel, de 2013-ban volt alkalmam a hajdunánási polgármesterrel és ottani hajdunánási emberekkel, hozzátartozókkal meglátogatni ezt a parcellát, és meg kell mondani, hogy nagy élmény.
az ilyenekért érdemes csinálni a diplomáciát. Néhány színnel még hadd egészítsem ki ezt a tényleg nagyon tartalmas és fontos fölvezetőt. Az egyik az, hogyha említettem, mint a moldovai fejedelmek közül a legismertebb Stefán Csel Márét, akkor a 14. orosz hadseregnél, hadd említsem meg, és talán sokaknak ismerős még ez a név, hogy Alekszandr Lebegyet, aki később elnökjelölt is volt Jelcin kihívójaként, majd egy helikopter szerencsétlenségben meghalt. De a 90-es években, tehát a 90-es évek orosz politikájának nagyon komoly szereplője, tehát ő vezette ezt a 14. hadsereget, tehát ő is ide kötődik a Dnyeszter menti köztársasághoz, vagy Transnyisztriához, mind a kettő ugyanazt jelenti. Egy másik adalék, hogy milyen bonyolult a múltja nyelvileg, vallásilag ez ennek a területnek, a nagykövet úr által említett Gagauz autonóm területnek, ugye ez egy török eredetű nép, de pravoszláv vagy ortodox vallással. Tehát az nagyon-nagyon bonyolult a dolog. Vagy említhetném azt, hogy ez majd a későbbiekben fontos lesz a mostani konfliktus, a mostani friss hírek kapcsán, hogy amikor Odesszában jártam, akkor úgy megkérdezték a vendéglátóim, hogy nem ugrunk át Tiraspolba. Tehát, hogy ezzel csak azt szeretném mondani, hogy milyen közel van, és milyen élő kapcsolatok voltak, és hát Odesszából kezelhető a Dnyeszter menti köztársaság is. És még egy szín, amikor meg Kisinauban, Kisinyovban, kinek így, kinek úgy jártam, ugye azt tapasztaltam, az egyik az, és ez ma is nagyon élő, tehát mutatja azt a szegénységet. Tehát amin nem nagyon tudtak, javult a helyzet, nem nagyon tudtak változtatni, hogy rengetegen dolgoznak Oroszországban, illetőleg nyugaton. Tehát nagyon sok az ország lakosságához képest elég nagy szám az, amelyik külföldön dolgozik. És amikor akik külföldön dolgoznak, tehát mind Oroszországban, mind nyugaton, hát az a sajnálatos velejárója is van, hogy a prostitúcióban meghatározó szerepet játszanak, mint például az albánok, például a mafia, vagy a drog kereskedelemben. Szóval, de azt is lehet említeni, hogy ez még a szovjet időkből, amikor Moszkvában tanultam, akkor azért a moldáv boroknak milyen presztízse volt, és hogy van olyan termék, amivel versenyképesek lehetnének, és versenyképesek tudnak lenni a moldovaiak is. Na és akkor most térjünk rá az egymillió dolláros kérdésre, hogy szeretne csatlakozni a Dnyeszter menti köztársaság az Orosz Föderációhoz, ugye is szólt a hír. Hát ha ön ismeri a vezetőjét, akkor felmerül a kérdés, hogy fel tudja-e hívni, vagy meg lehet-e kérdezni. Tehát, hogy mennyi ennek a realitása, és mennyi annak a realitása, hogy megint lejátszódik ugyanaz, ami Ukrajnában történt? Hát ugye most hétfő van, valamikor holnap utára harangozta be ugye ez a... 29-ér, vagy a csatlakozásra kérem, a 28-ára. 28-át, tehát ugye szerdára, tehát két nap múlva esedékes, amit Facebookon valaki beharangozott, és utána világhír lett belőle. Na most... Egy ellenzéki politikus, szerintem ez fontos. Tehát, de egy moldáv ellenzéki politikus? Nem, Dnyeszter menti politikus, aki egyébként Romániában jó kapcsolatot ápol. Ez is fontos. Tehát gyakorlatilag, ha azt mondjuk, hogy Dnyeszter mellék ellenzéki politikus, akkor ezzel most azt állítja a nyugat, hogy a Dnyeszter melléken van ellenzék. Ugye ez egy nagyon fontos tény. És akkor van? Hát persze, én nem van. Tudom, de azt állítja a nemzetközi sajtó, hogy Dnyeszter melléki ellenzéki politikus. Tehát itt az alapprobléma, amit nem tudom, mi lesz szerdán, meg nagyon sokan nem tudjuk. Ugye a mai ukrajnai háború ugye epicentruma a folyamatoknak, és ennek mentén nagyon sok szereplő politizál, és képes elindítani, leállítani folyamatokat olyan szándékkal, hogy azok mondjuk erősítsenek kedvező, vagy megállítsanak kedvezőtlen folyamatokat. Tehát ha most azt nézem, hogy Ukrajnában elég rosszul mennek a dolgok
mondjuk a politikai nyugat szempontjából, tehát nem úgy alakulnak a hasztéren az események, az amerikai segélyek ugye a levegőben vannak, van egy belpolitikai válság, akár ki mondjuk, akár nem, hiszen lejár az államfőnek az 5 éves mandátuma, és nem rendelt el új elnökválasztást. Most váltották le a haderő parancsnokát, tehát van néhány olyan negatívum, ami éppen nem ukrán oldalra billenti a folyamatokban a mérleget. Most ezt én úgy érzem, hogy vannak olyan politikai erők, akik szeretnék, ha mondjuk megosztanánk az oroszok figyelmét, és valamit kicsit kiéleznék egy másik helyen, hogy legyen már oka esetleg más irányban is valamit tenni. A Nyesztán Moldovai Köztársaság önmaga 2,5 millió, 2,6 millió ember nem érdekelt a konfliktusban. A lakosság megosztott, egy olyan konkrét statisztikát tudok idézni, amit 2021. novemberében a külügyminiszter tett közzé, tehát 3 hónappal a háború kitörése előtt. Egy közvéleménykutatás szerint 50%-a szeretné Moldova lakosságának, ha az EU-hoz csatlakoznának, 49%-a szeretné, ha az Oroszország vezette Eurázsiai Gazdasági Közösséghez csatlakoznának, 30%-a szeretné az ország lakosságának, ha lenne egyesülés Romániával, és 20%-a tudja elfogadni egy esetleges NATO csatlakozást. Ez egy teljes megosztottság. Teljes megosztottság, ugyanaz, mint Ukrajnában. Tehát ha valaki ezt az országot el akarja dönteni valamelyik irányba, és nem tanúsít stratégiai türelmet, és nem egy evolúciós változatot tesz a moldovai nép elé, vagy a moldovai kormány elé, akkor ezt az országot ugyanúgy be lehet dönteni, mint hogy Ukrajnát bedöntöttük. Tehát Ukrajnában is az a 2014-es fordulat alapvetően nem arra épült, hogy 2010-ben mit döntött az ország az elnökválasztáson, 2012-ben hogy döntött az ország a parlamenti választásokon, milyen kormánya van Ukrajnának. Tehát itt ugyanúgy ki lehet erőltetni egy mondjuk egy pronyugatos, vagy adott esetben proromán folyamatot, de ez nem biztos, hogy Moldova békés jövőjét szolgálja. És nem akarok előre haladni az ügyben, de megnéztem, hogy milyen kommentek vannak a hír kapcsán, hogy Moldova ezen a héten, illetve a Nyeszter melléki Moldovai Köztársaság, tehát ugye ez a szeparatista terület hivatalos megnevezése, hogy majd dönt arról, hogy Oroszországhoz kíván csatlakozni. 2006-ban volt egy ilyen népszavazás. 97%-os eredménnyel az igenek győztek. Senki nem szerzett érvényt eddig, tehát igazán nagy szükség újabb szavazásra nem is nagyon lenne. Ezt hogy elfogadja mondjuk valaki, és megerősíti újra, de nem történik semmi, mert ez létezik. Itt Oroszország álláspontja természetesen döntő, hogy mit lép erre Oroszország. Oroszország érdekeit jelenleg nem látom, hogy miért lenne szándékában foglalkozni. Azért nem lehet ez a kérdés aktuális, mert egyrészt ugye Moldova is kapott iránytűt az Európai Unióba, bárhogy ez Oroszországot zavarja, ez jó kérdés, illetve amit mondanak, hogy akár egyesülhet Moldova Romániával, hogy NATO tag legyen, és lehet, hogy ez már Oroszországnak a közép-hosszú távú érdekeit viszont zavarhatná. Abszolút. Oroszország egyébként sem Ukrajna, sem Moldova esetében az Európai Uniós csatlakozási folyamatot formálja. Putyin azt mondta is, hogy Ukrajna nyugodtan csatlakozó, legalább gyengíti az Európai Uniót. Tehát nem látok. És itt is hát az eredmények azt mutatják, hogy Moldova ugye meghívást kapott decemberben az Európai Unióba. Nem jönnek rá éles orosz reakciók. Oroszország a katonai biztonságára rendkívül érzékeny, és a NATO tagságot elképzelhetetlennek tartja. Mint ahogy mondtam, 20% körüli csatlakozási szándékot, hajlandóságot mutatott ki a külügyminiszter által idézett közvéleménykutatás, ami megint nem azt mutatja, hogy Moldova szeretne NATO taggá válni. Tehát itt a kérdés az, hogy aki Moldova mögött van, alapvetően a szomszédos Románia, mint az Európai Unióból Moldovával szomszédos és történelmileg bizonyos közösséget vállaló, felvállaló egyes politikai erők által unionista célokat ugye kitűző ország. A másik oldalról ott van a nyugat. Na most én itt alapvetően ma a politikai nyugattól tartok, hogy olyat léphetnek, ami nincs érdekében ennek a 2,5 milliós egyébként nagyon jó szándékú nép. Mire gondol pontosan?
arra gondolok, hogy ugyanúgy egy erőltetett atlantista folyamat, ami nem felel meg azoknak a valóságoknak és tényeknek, amit elmondtam statisztikai értelemben. Nem felel meg moldovai etnikai összetételének, történelmi múltjának, nem felel meg a közvélemény kutatás által ma kimutat, és nem felel meg annak, hogy ez a kis ország két blokk között helyezkedik el. Tehát ennek az országnak, de Ukrajnának ugyanúgy sokkal jobb jövője lett volna, ha kihasználja mind a kelet, mind a nyugat irányából bevonható értékeket, tehát olcsó orosz energia, nyersanyagforrás, piac, nyugatról ugye technológia, fejlettség, európai integráció, minden irányból turisták, befektetők, de ha valaki egy ilyen pici szereplőként leteszi a voksát valaki mellett, hogy ő az egyetlen barátom, akkor ezzel azt is letette, hogy ő viszont az ellenségem. Na most ilyen stratégiai választási kényszerrel állítottuk Ukrajnát, és attól tartok, hogy ebben a nagy mostani ukrajnai háborúval, maradjunk ennél, nem teszek mellé jelzőket, tehát az ukrajnai háború körül kialakult kelet-nyugati szembenállásban sajnos lehetnek olyan behatások, ami a mai egyébként pro-európai, pro-atlantista moldovai vezetést könnyen olyan lépésre sarkalja, ami nincs összhangban a saját lehetőségeivel. Tehát olyat lép, amit ő maga sem tud kezelni, vagy az Egyesült Államok, vagy az Európai Unió politikai nyugatként szoktam mostanában ezt így megnevezni, mert nem teljesen a mai Európai Unió, mert vannak már országok, amelyek egy pragmatikusabb Kelet-Európa politikában gondolkodnak, de olyan lépésekre ragadtathatják el magukat, akár az ukrajnai háború összefüggésében, hogy na majd akkor előnyöket szerzünk Moldovába, ha éppen Ukrajnában vesztünk, hogy ezt az országot bevisszük egy olyan útvesztőbe, amiből hasonló jövője származik, mint a mai Ukrajnának. Ezzel kapcsolatban hadd jegyezzem meg itt ezt a gondolatot tovább véve, azt, hogy paradox módon az Oroszországgal látványosan jó kapcsolatot ápoló Dodon elnök, tehát Szandu elődje volt az, aki például sokkal inkább figyelembe vette Moldovának ezt a megosztottságát, a geopolitikai, földrajzi adottságait, tehát sokkal toleránsabb volt a nyugatosokkal szemben és a nyugati irányjal szemben, mint az egyértelműen nyugatos Szandu a keleti irányjal és kapcsolatokkal szemben. Tehát Moldova sajnálatos módon ukránosodik, a rossz értelemben, tehát ez pedig nagyon-nagyon rossz, vagy szomorú, akár háborús jövőképet is sejtethet. Ez az egyik dolog, hogy paradox módon mondom, éppen az erősen balos, kicsit kommunista ideológiájú erők tartották jobban magukat a moldovai alkotmányhoz, amely egyébként a semlegességet rögzítette. Ez az egyik dolog. A másik pedig a konkrét mostani helyzethez kapcsolatban még néhány hírt hadd említsek. Ugye miről is van szó? Arról, hogy a Dnyeszter menti köztársaságnak a állítólagos ellenzéki képviselője ugye ezt a hírt bejelentette. Ez körbefutott a román sajtóban, a világban, mindenhol, hogy 28-án szavazás lesz, kérni fogják a felvételüket Oroszországhoz a Dnyeszter mellékiek, és Putyin pedig majd rábólint. No, eközben az ukrán külső hírszerzés azt közölte tegnap, hogy ők nem tudják megerősíteni ezt a hírt, hogy egyáltalán készülne Tiraspol egy ilyen lépésre 28-án. Nagyon érdekes az utóbbi két napban, hogy miket mond a húr vagy gúr, megint csak két nyelven mondjuk, tehát az ukrán külső hírszerzés, mert ugye Navalnyi kapcsán is éppen egy úgymond nem nyugati narratívát erősített meg, tehát hogy tényleg vérrög okozta a halálát, míg ebben a kérdésben is szembe ment úgymond a nyugati fősodorral, és azt mondta, hogy nem, ő nem tud arról, hogy ilyen döntésre
készülne Tiraspol. És még egy hír, ami megint csak árnyalja a képet, az pedig az, ez már korábban is ott lebegett Moldova felett, az pedig az, hogy állítólag néhány hónapja, amikor Maja Sandu Kijevben járt, akkor elnöki szinten megállapodtak arról, hogy Ukrajna, ha adott esetben segítséget nyújt a Nyesztermenti kérdés lerendezéséhez. Az is fölmerült többször már az elmúlt hónapokban, hogy az ukránok akár keletről támadást indíthatnak. Itt azért zárójelben jegyezzük meg, hogy itt van ennek a területnek egy nagyon kényes pontja, Kolbasznában, vagy Kolbaszne, az Európa legnagyobb lőszerraktára, amelyik, ha fölrobban, az regionális környezeti katasztrófával járhat. No most, visszatérve a moldovai, ukrajnai együttműködéshez, tegnap egy olyan hír is fölröppent, hogy közös moldovai-ukrán diverzáns csoportot hoztak létre, amelyet adott esetben bevethetnek Transnisztriában, a Dnyeszter-menti köztársaságban. Tehát egyrésztről megerősítve nagykövet úrnak a mondatait, hogy én nem látom azt, hogy jelen pillanatban Oroszországnak érdeke lenne hangsúlyozom, jelen pillanatban újabb frontot nyitni, mert abban az esetben, és itt jön az, hogy Odessa, meg amit mondtam már mondjuk 10 perccel ezelőtt, hogy adott esetben Oroszországnak meg kell védenie azt a területet, hogyha magához csatolja. Elfogadja a kérést, mondjuk, fogalmazunk így. Tehát Oroszország jelen pillanatban nincs abban a helyzetben. Nézzünk rá a térképre. Meg, vagy a Nyeszter-menti köztársaságnak van saját hadserege, erős katonaság, aki megoldja saját magát. Tehát van ott nagyjából 1500 fő békefenntartó, amelynek az utánpótlása, a rotálása súlyos nehézségekbe ütközik már jó ideje, és van nagyjából 7000-es, ha jól mondom, transznisztriai saját hadsereg. Tehát ez egy komolyabb ukrán inváziót, most én a moldovait nem, hadsereget nem mondanám, de még tegyük hozzá azt is azért, egy ilyen inváziónak nem tudna ellenállni, vagy nehezen tudna ellenállni. Lehet itt mondani, itt katonai szakértők beszéltek arról, hogy nagy hatótávolságú rakétákkal majd Oroszország azt belőheti ezt a területet, akár az Azovi tengerről, Krímből. De hát jelenleg sem ezt látjuk Ukrajna esetében sem. Így van, nem, meg amit ehhez hozzátennék, hogy szerintem ott szárazföldi erőkkel lehet csak valamit kezdeni, hogyha ilyen helyzet teremtődne. Na most, itt fölmerül a kérdés, nem véletlen mondhatod, hogy egymilliós vagy egymilliárdos kérdés, tehát az, hogy kinek az érdeke, mert csak úgy véletlen, nem szoktak ilyen hírek fölröppenni. Ezzel Putyin próbál előkészíteni egy orosz támadást nyugat felé, és hogy kifussanak az oroszok majd a moldovai határig. Én jelen pillanatban ennek semmiféle racionalitását nem látom. Vagy a másik oldalról provokálják Oroszországot, és olyan helyzetbe kényszerítenék, akár ilyen diverzáns akciókkal, meg minden, amellyel most csak megosztaná az erőit, most éppen Kelet-Ukrajnában nyomulnak előre viszonylag nagyobb, a korábbihoz képest nagyobb tempóban az oroszok, tehát kénytelen lenne megosztani az erőit, valamit kezdeni egy moldovai helyzet eszkalálódásával. Tehát most Oroszországnak új frontot nyitni, ez nem érdeke, ez egyértelmű. Tehát én úgy gondolom, hogy ez inkább egy provokatív lépés lehet. De mondom, találgattunk, sőt, még azt is föl kell vetni, hogy a Dnyeszter-mentiek olyan kilátástalan helyzetben érezhetik magukat, hiszen keletről ott van Ukrajna, nyugatról az egyre inkább ukránosodó Moldova, amelyik
és közben megerősítve mindez mind a két oldal a nyugati akarattal, meg nem csak akarattal, hanem konkrétan ott vannak Romániában a nyugati különleges egységek, hát Ukrajnában is vannak tanácsadók, de ez más téma most. Tehát a lényeg az, hogy ezt a 450 ezer embert, ezt lényegében szeparálták, és egyre nehezebb helyzetben van, egyre kilátástalanabb a jövője, és joggal félhet attól, hogy itt valamiféle támadás éri a szeparatista területet, és hát ilyenkor a joggal merülhet föl, hogy akkor kitől, ha nem Oroszországtól kérjen segítséget. Tehát több a kérdés, mint a válasz. Számomra a logikus magyarázat nem az, hogy Putyin most rábeszélte őket, hogy kérjék a felvételüket Oroszországba, mert én nem látom azt, hogy Oroszország egy ilyen eszkalációra jelen pillanatban készen állna. Annyi hozzáfűzni való van a Gábor által elmondottakhoz, hogy ugye van ez a szerdán esedékes esemény, hogy mit lép a Tiraspoli parlament, mit lép rá esetleg Oroszország, ha igaz, így ez a hír. A hírt viszont megnéztem kommentálta olyan román politikus, aki mondjuk az, hogy mérvadó az előző külügyminisztere Romániának, Titus Catelan. Péntek este, tehát három nappal ezelőtt egy tévéműsorban jelezte, hogyha Oroszország sikereket él el Odessa térségében, és megvan a veszélye annak, hogy eléri a gyensztermeléket, akkor Romániának szövetségesei támogatásával a német modell szerint egyesíteni kell Romániát és Moldovát. Na most nem kommentálnám, ez egy tény, egy visszakereshető információ. Amit viszont kommentálnék, hogy a politikai nyugat olyan elveket alkalmaz manapság, ami egy ilyen morális degradációt látok mögötte, ami felgyorsult nagyon részben az amerikai Biden adminisztráció, részben az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság elmúlt években folytatott külpolitikájával. Konkrétan nem akkor kezdődött, de van egy gyorsulása a folyamatnak. A 90-es években, amikor a Varsói Szerződés a KGST szétesett, a nyugati országok egy közeledési folyamatot ajánlottak fel ugye a közép-európai, kelet-európai országnak, és egy akkori francia miniszterelnök Edouard Balladurről elnevezett tervet Európai Stabilitási Paktum névvel indítottak el. 93-ban Magyarország is aláírta, Románia, Moldova is aláírta, Szlovákia, itt a térség államai, amelynek az volt a lényege, hogy ezen országok kössenek alapszerződéseket a szomszédaikkal, azért, hogy stabilizálják azt a történelmi múltban lévő potenciális határváltoztatásokkal járó veszélyeket, tehát kössenek magyar-szlovák, magyar-román, román-moldovai alapszerződéseket, hogy megelőzzék azt, hogy bevigyenek az Európai Unióba vagy a NATO-ba az integrációjuk során területi szomszédságpolitikai problémákat. Magyarország korrekt módon 96-97-ben megkötötte a román és a szlovák alapszerződéseit, elismerte a fennálló határokat. Ukrajnában már 1991. decemberében megkötöttük. Jelzem, hogy ez már nem volt követelmény a Románia Európai Uniós és NATO csatlakozása idején. Románia mai napig nem kötött alapszerződést Moldovával, bármennyi is kérte, könyörgött néha-néha a moldovai vezetés, hogy kerüljön sor a román-moldovai határok elismerésére, garantálására. Az Európai Unió és a politikai nyugat nem tett mai napig ennek érdekében semmit. Viszont ettől még rosszabb a helyzet, mert Ukrajnát már úgy hívtuk meg decemberben ugye a tagságáról most megindulnak a tárgyalások, hogy nemhogy alapszerződéseket nem kell aláírni a szomszédaival és rendezni a problémáját, hanem a határait nem tudjuk, hogy hol van. Tehát kezdődik a magyar-román, magyar-szlovák alapszerződéssel, betartjuk, de már nincs román-moldovai alapszerződés, és véletlenül senki nem néz oda, nem is kell. Ma pedig már
fix ukrán határ sem kell ahhoz, hogy Ukrajnát felvegyük az Európai Unióba. Tehát egy óriási degradáció az elvek között, az elvek szintjén, és még egy ilyen kérdést szeretnék itt megemlíteni, ami ezt a degradációt is mutatja. Információs háború. Ma is része vagyunk ennek, mert spekulálunk egy, mi lesz holnap után, mert nem. Miért? Azért, mert két nappal a ukrajnai háború megkezdése után ugye a politikai nyugat deklarálta, hogy orosz tévécsatorna nem kerülhet be normális emberek szolgáltatójához, tehát nem nézhetjük, vagy orosz híreket nem, vagy a metaszolgáltató, metatartalom szabályozó szabályozza ugye, hogy nehogy már véletlen az oroszok feltöltsenek híreket. Így két évvel a háború után megnézhetjük, olyan információs vákum alakult ki, és néha olyan virtuális valóságot hoznak létre számunkra, ami hát majdnem, hogy bűncselekménynek tartom magam ellen, mint Európai Uniós állampolgár ellen, akinél teljesen megcsúfolták azt a liberálisnak mondott elvet, hogy vélemény és információszabadság. Tehát ha megnézem ma, hogy, és remélem, hogy a nézők között van olyan ember, aki foglalkozik OSINT elemzéssel, ugye ez az angol szóból, ez Open Sources Intelligence, ezt alkalmazzák nagy vállalatok, minden hírszerzés, védelmi minisztériumok, külminisztériumok, hogy az összes felelhető nyílt információk alapján elemezzék a tényeket, jussanak következtetésekre, tegyenek javaslatot a döntéshozónak. Na most, amit láthatunk, hogy a metatartalom szabályzó kiszűri, hogy mi az orosz szakértő véleménye, állampolgári elnöké, teret ad egy egysikú tájékoztatásnak, majd utána ráküldjük a mesterséges intelligenciát, aki természetesen nem fogja megtalálni a nem létező információt, és ebből tájékoztat bennünket tényeket elfedve, más tényeket felerősítve, és egy olyan hamis világképet hoz létre, konkrétan például most a európai egyik nagyon fontos, nem tudom, hogy világháborúhoz vezető, de egy nagyon nagy konfliktusban, háborúban, ami gyakorlatilag a saját társadalmának a megvezetése. Mert nem tudjuk, hogyha holnap indul, tehát megkezdődik mondjuk egy sokkal komolyabb háborús cselekmény Európába, egy sokkal keményebb összecsapás, egy még magasabb szintre kerül. Nem fogjuk tudni, hogy annak egyébként már volt előzménye tegnap. Ha engedték volna, hogy megnézzük a, nem tudom, az orosz csatornákat, akkor lehet, hogy már a Putyin beszédéből rájöttünk volna, hogy minimum figyeljünk oda. Na most itt akkor, amikor egy Tucker Carlson féle riport a világban kiveri a biztosítékot, és Verhoeven volt miniszterelnök, európai parlamenti képviselő kitiltását követeli egy újságírónak, aki ellátja a feladatát, tehát itt ma mi alanyai vagyunk ennek a megtévesztésnek, bármilyen szándékkal is hozta ezt valaki. Egyetlen egy mondattal hadd egészítsem ki, hogy ugyanez a folyamat zajlik Moldovában is, tehát az, hogy az orosz csatornákat lekapcsolták, Oroszország tévécsatornákat, Oroszországgal a kapcsolatokat, az energetikai együttműködés, minden szűkül be, tehát előkészítése zajlik egyfajta átrántásának nyugatra, és akkor, amikor itt most arról beszéltünk egész végig, hogy nyílik-e második front, hogy Ukrajnához hasonlóan lángra lobban-e Moldova, akkor ne felejtsük el, hogy közben jó 10 évvel ezelőtt volt egy kozák terv, egy orosz terv, ami éppen ennek az országnak és ennek a szeparatista helyzetnek a pacifikálását tűzte ki célul, és jó évtizeddel később eljutunk odáig, hogy most arról beszélünk, hogy lesz ott háború, vagy nem lesz háború. Hát nagyon szépen köszönöm, és fontos mondatok hangoztak itt a végén is, mert hogy az információs háború az valahogy ennek az egész moldovai történetnek is a része, úgyhogy mi is kíváncsian figyeljük, hogy mi lesz a folytatás, és hát ne legyen ilyen háború, de ha meg esetleg lesz, mert ugye ez benne volt 2 évvel ezelőtt is, akkor is természetesen visszavárunk mindenkit elemezni. Nagykövet úr, főszerkesztő úr, köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk. Köszönjük a figyelmet. A kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet, arra kérünk mindenkit, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornánkra, és hallgassák továbbra is a Moszkva tér adásait, és olvassák a moszkvatér.com-ot. Viszont hallásra, viszont látásra.